Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk! Istenünk, szerető mennyei Atyánk, Te ma összehívtál minket, hogy vendégeid legyünk. Igéddel tápláltál minket, a testvéri közösséggel gazdagítottál, ajándékoztál meg minket. És most, amikor hazabocsátasz minket az útra és életünk további szakaszára, szent tested és véred kenyerével és italával akarsz erősíteni. Kérünk, hogy ezt méltóképpen magunkhoz vehessük, csendesíts el minket színed előtt, hiszen vágyakozunk a veled való közösségre, arra a szabadságra, amelyet egyedül Te adhatsz meg nekünk. Vágyakozunk, Urunk, reád magadra, aki nélkül az életünk üres. Urunk, kérünk most, hogy szent lelked által szólj még hozzánk, láttasd meg velünk mindazt, ami tőled eltávolít és eltávolít minket. Mutasd meg nekünk azt, ami a Te akaratod, aminek a cselekvése, ami békességünkre szolgál, és főleg arra kérünk, hogy Te magad munkád bennünk, Krisztus teste és vére által mindazt, ami tetszésedre van. Adj nekünk alázatos szívet és igaz hitet, hogy ebben a vacsorában részesedésünk áldássá legyen számunkra. Amen. Kedves testvéreim, az úrvacsora vételére készülve hallgassuk meg Isten igéjét. A Mózes első könyve 22. fejezetéből válogatott verseket. Ezek után, az események után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá. Ábrahám, Ábrahám, itt vagyok, felelte. Akkor ezt mondta neki, vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Mória földjére, és ott mutasd be égő áldozatul azon a hegyen, amelyet majd megnevezek neked. Másnap reggel Ábrahám korán fölkelt, fölnyergelte Szamarát, magával vitte két szolgáját és a fiát Izsákot. Miután fát hasogatott az égő áldozathoz, fölkerekedett és elindult a hely felé, amelyet Isten mondott neki. A harmadik napon Ábrahám fölemelte szemét, és messziről meglátta a hegyet. Akkor ezt mondta a szolgáknak, maradjatok itt a Szamárral, én és a fiam elmegyünk imádkozni, és utána visszatérünk hozzátok. Ábrahám tehát fogta az égő áldozathoz szükséges fát, Izsák vállára adta, ő pedig kezébe vette a tüzet és a kést. Így mentek egymás mellett. Mikor megérkeztek arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, megkötözte a fiát, és az oltárra helyezte a fa tetejére. Akkor Ábrahám kinyújtotta kezét, vette a kést, hogy feláldozza a fiát. De az Úr angyala rászólt az égből, és azt mondta, Ábrahám, Ábrahám, itt vagyok, felelte. És az folytatta, ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé, és ne áts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent, és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem. Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám odament, megfogta a kost, és feláldozta égő áldozatul a fia helyett. Ez az alapigénk. Kedves testvérek, azt hiszem, alig ha van bárki is, akinek a szíve ne szorulna össze ennek a történetnek a hallatán, vagy ha olvasra, hiszen ha valaki szülő és beleképzel abba, hogy neki magának kell feláldoznia, halálba küldenie a gyermekét, akkor megértjük talán azokat a nem hívő embereket is egy kicsit, akik
azt mondják, hogy ez egy botrányos történet a Bibliában. Ilyen nincs. Hiszen az az Isten, aki azt követeli, hogy valaki a saját gyermekét ölje meg, áldozza fel, ez az Isten, aki ilyet mer kérni, ez az Isten nem lehet jó Isten, egy ilyen Istenben nem lehet hinni, egy ilyen Istent nem lehet szeretni. Egy ilyen Isten csak egy gonosz és egy zsarnok Isten lehet. Igen, sokan mondják ezt, és a mai kor pszichológusai, antropológusai, tudós emberei is sokszor ezt vallják, és azt mondják, hogy ebben a történetben tulajdonképpen az embernek a gyilkos és önpusztító hajlamainak a ritualizált feloldása látható. És keresztény hívő emberként, meg teológusként is én azt gondolom, hogy be kell vallanunk, el kell fogadnunk azt, hogy nem nagyon értjük mi ezt a történetet. Hogy az Isten tettei sokszor érthetetlenek előttünk. Sokszor jönnek hozzám, magyarázzam meg, hogy Isten ezt vagy azt miért teszi, miért engedi. Én azt gondolom, sokan vagyunk, vagy mindannyian talán hallottunk már ilyen kérdéseket. Ha az Isten jó Isten, akkor miért van annyi rossz a Földön? Ha az Isten jó Isten, miért engedi, miért teremtett ilyennek, olyannak, amolyannak? És én úgy gondolom, hogy ezt egyszerűen nem megmagyarázni kell, mert nem értjük, hiszen az ember nem értheti a hatalmas, végtelen, teremtő Isten gondolatait. Nem érthetjük, mi elfogadhatjuk. De elfogadni is úgy lehet, hogy csak hitben tudjuk elfogadni. És mi bizony, amikor az emberi értelmünkkel próbálunk meg választ keresni arra, hogy milyen az Isten, és miért olyan az Isten, amilyen, akkor nagyon sokszor félreismerjük és félremagyarázzuk az Istent. Az egyik mai drámaíró, Bitó László azt mondja erről a történetről, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint a klasszikus apai gondoskodásnak a megtagadása. És azt mondatja a drámájában az egyik szereplővel, Izsáknak mondja az egyik barátja, már felnőttek mind a ketten, hogy tudom, hogy halálig fog gyötörni az a kérdés, hogy miért emelte rád az apád a kést? Tényleg halálig gyötörte Izsákot? Vagy meg lehetett értenie? Fel tudta dolgozni? Mi ez az egész történet? Én azt gondolom, hogy sokkal mélyebb, sokkal gazdagabb és sokkal érthetőbb, ha egy másik úton akarjuk megközelíteni. Nem a ráció, nem a pszichológia, nem is a teológiai tudomány útján, hanem a hitnek az útján. Mert Isten csak a hit által érthető meg. A hit által. De mi ez a hit? Igen, Izsák feláldozásának a története kétségtelenül a Biblia legnehezebben értelmezhető történetei közé tartozik. Hogyan kérheti Isten Ábrahámtól, hogy a gyerekét feláldozza? Mi már utólag tudjuk, hogy ez egy próbatétel volt Ábrahám számára. De mi értelme van még? Akkor is kérdezhetjük. Mi értelme van ennek a próbatételnek? Az Ábrahámtól kért áldozat nem egy szörnyű és kegyetlen próbája a hitnek, nem egy vak hit, nem fanatikusságot, ész nélküli engedelmességet követel? Nem egy párhuzamos történet ez azzal, amit a
iszlám, a muszlim, terrorista, öngyilkos katonáknál látunk, hogy Allah így akarja, akkor gyerünk, robbantsuk fel magunkat, öljük meg a gyerekeink, mindent. Ez a vakhit, ez a fanatizmus. Ilyen lenne a mi Istenünk is. Felháborító, hogyha ezt gondoljuk. Mert valóban felháborító lenne azt gondolni, hogy Isten ilyen fanatikus hitet követel. Ábrahám hite nem volt fanatikus. Ábrahámról nagyon jól tudjuk, hogy mély, igaz és olyan kapcsolat fűzte Istenhez, amelyik a hitének az igazi értékét adta meg. Ábrahám ugyanis hitte azt, hogy ami érthetetlen, az még nem értelmetlen. És Ábrahám hitében benne volt az is, hogy elmerek menni az Isten szavára a legvégsőkig, mert tudom, hogy az Isten jó. Tudom, hogy az Isten szerető Isten. Tudom, hogy az Istennek vannak megoldásai ott is, ahol mi emberileg azt már nem látjuk. Ábrahám mélyen hitte azt, hogy ha engedelmeskedik Istennek, és ha Izsákot elveszíti is, Istennek arra is van hatalma, hogy még a halálból is visszaadja neki Izsákot. Erről beszél, így értelmezi ezt a történetet a Szentírás egy másik helyen, hiszen Luther is megmondta azt, hogy a Bibliát úgy kell értelmeznünk, értenünk, hogyha valamit nem értünk, akkor az egyik íráshely magyarázza a másik íráshelyet. És a zsidó levélben olvassuk azt, hogy Ábrahám hitte azt, hogy Isten a halálból is visszaadhatja neki Izsákot. Nem fanatikus volt tehát Ábrahám hite, hanem a legmélyebb, legerősebb hit. Nem elvenni akarja tőle Izsákot, hanem egy olyan úton végigjárva, amelyik útnak ő még nem látja a végét, de Isten már látja a végét, vissza tudja adni neki Izsákot. És azt mondja Ábrahám, hogy akiben bízom, akiben eddig soha nem csalatkoztam, aki az egész életemen át vezetett, aki minden ígéretét betartotta, annak a szavát én most is komolyan veszem, és ígéreteire építek. Ez a különbség a fanatizmus és a hit között. A hit az mindig bizalom is. A bizalom nélküli engedelmesség az a vakhit. A bizalommal való engedelmesség az pedig az igazi Isten hit. Ábrahám azért nem volt fanatikus, mert az ő hite több volt, mint ráció, több volt, mint betűben való hit. Bízott Istenben, akit ismert, és akit annyiszor megtapasztalt. És most azt mondja, hogy nem értem Istent, nem értem, hogy miért mond, miért kér ilyet. Megdöbbent, megrendít engem, de mégis megteszem, mert hiszem, hogy ő érti, ő tudja. Kedves testvérek, ez a döntő különbség a vak hit, a fanatizmus és a igazi hit között. A hit soha nem arra mész, hogy én tudom, én hiszem, én megteszem, én engedelmeskedek. A hit mindig arra néz, aki ezt a hitet kéri, adja, aki mögötte van, akire vonatkozik ez a hit, az Istenre. Persze biztos, hogy nem volt könnyű harc ez Ábrahámnak a lelkébe. Biztos, hogy álmatlanul vergődve töltötte el azt az éjszakát. Biztos, hogy imádkozva töltötte el ezt az éjszakát. És ebben én valami olyasmit látok, hogy itt
Istennek az eredeti szándéka lelepleződik. Hogy Istennek az eredeti szándéka talán nem is az volt, hogy Ábrahám Izsákot feláldozza, hanem az, hogy önmagát áldozza fel. Ábrahámnak magát kellett legyőznie. Nem Izsáknak kellett meghalnia, hanem Ábrahám énjének. Amikor Isten azt kéri valakitől, hogy adja oda, áldozza fel magát, adja oda azt, amit a legjobban szeret, akkor igazából azt akarja Isten, hogy én, mi halljunk meg önmagunknak. Hogy írja Pál apostol a korintusi levélben? Azt mondja, hogy keresztre feszítettem, és meghaltam a világ számára. Nem a világ halt meg az én számomra. Én haltam meg a világ számára. A rómaiaknak pedig azt mondja Pál, azt írja, hogy meghaltatok a bűnnek. Nem a bűn halt meg nektek, ti haltatok meg a bűnnek. De éltek az Istennek a Krisztusban. Igen, ezt kívánja tőlünk Isten. Az, hogy bennünk menjen végbe az a változás, hogy el tudjunk szakadni mindentől, ami köt minket. El tudjunk szakadni önmagunktól. El tudjunk szakadni attól, amit mi Istennek tartunk, amihez a legjobban ragaszkodunk, amit a legjobban szeretünk. És csak az Istennek éljünk. Ez a megtérés, ez az odaadás. És hogyha az életünket nézzük, akkor azt kell látni nekem is, és azt gondolom bármelyik kereszténynek is, hogy ez egy napról napra való harc. Hiszen mindig újra és újra feltámad bennünk az, hogy ragaszkodom valamihez, a saját gondolataimhoz, a saját terveimhez, a saját ötleteimhez, ahhoz ragaszkodom ahhoz, amivel az Isten amit az Isten ajándékozott nekem. Hiszen Izsákot Ábrahámnak Isten ajándékozta. És még az Istentől kapott dolgok is lehetnek számunkra Istenné, amihez jobban ragaszkodunk, mint magához Istenhez. És ezt kell nekünk is megtanulnunk, a hit próbáiban legyőznünk, hogy azt, amihez én ragaszkodom, önmagamat megtagadva, önmagamról lemondva, önmagam számára meghalva el tudjam engedni. És ez a lényege annak, amit a úrvacsorai gyónásban is az egyik gyónó kérdésben elmondunk, hallunk a nagy parancsolatban, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Minden másnak meghaltam, és csak az Istennek élek. Nem a dicsőségemnek, nem a pénznek, nem a hatalomnak, nem a rokonaimnak, szeretteimnek, gyerekemnek, unokámnak, az Istennek élek. Igen, ezt a próbát járatta végig Ábrahámmal Isten. Nehéz út, nehéz szenvedés volt, de Ábrahám győztesen és hitében megerősödve került ki. Kedves testvérek, így kell nekünk is végigjárni a hitnek az útját. Isten iránti bizalommal, sokszor értetlenül, hogy a végén megtapasztalhassuk azt, hogy a végén mégis kiderül, hogy Isten ott volt velünk végig, hogy a próbák minket formáltak, a mi javunkra voltak,
és közelebb kerültünk az Istenhez. Mert minden egyes próba, minden egyes verejtékes engedelmesség az Istennek erősíti a hitünket és közelebb visz ő hozzá. Egy festményt láttam egyszer, talán egy német festőnek a művét, erről a történetről, amelyik sajátosan ragadta meg azt, hogy az Isten az eseményeken ott tartja a szemét vagy a kezét, és hogy ő ott van a háttérben. Úgy ábrázolta a jelenetet, hogy ott van egy bokor az oltár mellett, és a bokorból úgy nyúlnak ki az ágak, mintha egy kéz lenne. Egy kéz, egy bokor ág borul Izsák felé. Azt akarta ezzel a festő kifejezni, hogy elrejtőzködve, és mégis láthatóan végig kísérte Ábrahámot a próba útján az Isten. A keze végig ott volt, és nem késett. Mert Isten sohasem késik. Csak mi vagyunk türelmetlenek. Megmerjük-e teljesen tenni azt, hogy rábízzuk magunkat Istenre. Gondoljunk arra, hogyha egy fenyegető betegség próbáját kell kiállnunk, vagy ha egy nagyon szeretett családtag, a férjünk, a feleségünk, a gyerekünk lesz beteg, ha anyagi nehézségeink adódnak, ha elveszítjük esetleg a munkánkat, hogyha megoldhatatlannak tűnő családi gondok nehezülnek ránk, mit teszünk? Jajgatunk, kesergünk, elveszítjük a türelmünket, vagy pedig rámerjük bízni magunkat arra az Istenre, aki fölöttünk tartja láthatatlanul a kezét. És csak addig engedi a dolgokat fajulni, ameddig ő azt jónak látja. Ábrahám megmerte ezt tenni, és ezért nevezi őt a Szentírás a hit atyának. Ábrahám megtapasztalta, hogy Isten időben véget vet a próbának. Hogy mi ez az időben? Kinél ez, kinél az? De higgyük el, hogy időben. És most arról szeretnék még egy gondolatot elmondani, hogy bármennyire is sok minden üzenete van ennek a történetnek a mi számunkra. Ábrahámról, az ő hitéről, Izsákról. Mi azért mégsem Ábrahám hitére nézünk. Nem az ennek a történetnek a lényege a mi számunkra, hogy lám milyen engedelmes volt Ábrahám, milyen hívő volt Ábrahám, légy te is ilyen hívő. Ez is lehetne az egyik üzenet. De én ennél sokkal más, nagyobb dolgot látok benne. Azt a dolgot, hogy amit Ábrahámnak nem kellett végül is valóságosan megtenni, azt valaki más megtette. Egy másik apa és egy másik fiú története. A mennyei atya és Jézus Krisztus története. Mert a mennyei atya is elküldi a fiát arra a hegyre, Golgota hegyére, hogy ott feláldozza a kereszten. És a fiú engedelmesen megy, és az atya vezeti őt, odaviszi az áldozat hegyére, az oltárhoz, a kereszt oltárjához, és engedi, hogy ott meghaljon. Amikor a római százados felemeli a lándzsáját, hogy átszúrja a kereszten függő Jézust, akkor nem mondja az angyal, hogy állj meg,
nem mondja, hanem végigviszi. A saját egyszülött fiát Isten, a mennyei atya valóságosan feláldozta, mert nem tudott mást tenni. Miattunk nem tudott mást tenni. Rajtunk már semmi sem segített. Csak Jézus halála. A bűnbocsánat, a megtöretett test, az értünk kiontott vér, rajtunk már semmi más nem segíthet. Nem segít az, hogyha azt mondom, hogy majd igyekszem jóvá tenni a dolgokat. Hogy majd igyekszem ezután jobb ember lenni, majd megváltozom. Hiszen tudjuk mindnyájan, hogy hányszor mondtuk, úgy se lett belőle, és úgy se lesz belőle semmi. Csak egy, ami megoldást adhat. És ez az egy nem más, mint Krisztus keresztje, az ő áldozata, az ő halála, az ő megtöretett teste, kiontott vére, és az atya megoldása a bűnös ember számára az, hogy tényleg a végsőkig elment és feláldozta a fiát. A kereszt az érthetetlen, megdöbbentő és megrendítő cselekedete az Istennek. Megtette, mert csak így lehetséges a bűneink bocsánata. Isten nem csak ráemelte a kést a fiára, hanem le is sújtott. Jézus áldozattá lett. Meghalt értünk. És a hit hozzáteszi, hogy mi éljünk. Ma már tudjuk. Jézus óta, húsvét óta tudjuk azt, hogy Istennek nem csak az utolsó pillanatban van megoldása, és nem csak az utolsó pillanatban van lehetősége, hatalma, hanem Istennek van lehetősége az utolsó pillanat után is. Hatalma van ugyanis a halálon is. Nem felejthetjük el, hogy harmadnapra feltámasztotta Jézust, és győzött. Nem azt jelenti ez, hogy az atya számára csak egy színjáték lett volna, az ő számára is éppen ugyanolyan fájdalmas belső harc volt Jézus feláldozása, mint Ábrahámnak. Istennek is le kellett győzni, ha lehet ezt így mondani, saját magát, ahhoz, hogy mi üdvösségre jussunk. Kedves testvérek, hazamegyünk, tovább megyünk, megőrizzük egymást, ezt a találkozást a szívünkben, hálával, örömmel. Bizonyos, hogy fogunk egymásra gondolni. A felvidéki magyar evangélikusok, meg a magyarországi magyar evangélikusok, legalábbis mi, akik itt találkoztunk egymással. Tovább megyünk. De ne felejtsük el, hogy az az úrvacsora, amelyben most együtt részesedünk és összefűz bennünket, az az úrvacsora azt jelenti, hogy Isten országában megtörtént az, ami Ábrahámnál nem. Jézus feláldozta magát értünk, és ne felejtsük azért el ezt az áldozatot, hogy szeressük nagyon és mély bizalommal ezt az Istent, ami mennyei édesatyánkat. Így készítsen fel minket most Isten lélekben, bűnbánatra, reménységre, új életerőre, megújuló szeretetre. Fogadjátok végül az Úr áldását! Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad.
az Úr fordítsa az ő arcát felé, és adjon neked békességet.